Közvetlenül a református templom mellett épül új bölcsöde Szamosszegen. Ennek az alapkövét csütörtökön tették le, az alá elhelyezett kapszulában pedig egyedileg kovácsolt szamosszegi kés és pálinka is helyet kapott. A 430 négyzetméter hasznos alapterületen megépülő 36 férőhelyes bölcsőde 9 új munkahelyet is teremt a településen. A főbejáraton belépve az épület központi terében lévő előtérbe jutunk, ahonnan közlekedünk keresztül elérjük az intézményvezetői és gondozói irodákat. Az épület északkeleti részén a dolgozói öltöző, WC zuhany, étkező és teakonyha található. A bölcsödei foglalkoztatók délnyugati irányba tájolva helyezkednek el, a központi folyosóra felfűzve. A csoportszobák előtt helyezkednek el a gyerköltözők és a szobákhoz tartozó vizes blokkok. A tervezett bölcsöde alépítményi munkálatai a sáv alapozással már elkezdődtek, a vasbeton pillérek elhelyezése után pedig a nyeregtető szerkezet is a helyére kerül majd, amelyen 32 napelem modult fognak elhelyezni. Kiemelt figyelmet kap a környezet tudatosság és a fenntarthatóság, ezért geotermikus energiát is használnak majd a padló fűtéshez. Az udvaron 16 gépkocsi és 5 kerékpártárolót fognak kialakítani. A teljes beruházás támogatási összegek közel 525 millió forint. Minél szélesebb az az intézményrendszer, bölcsőde, óvoda, iskola, ami felfogja ezeket a gyerekeket és ezeknek a gyereknek a problémáit, annál könnyebben tudunk a családoknak segíteni. Csak egy példa, ha a gyerek jár iskolába, akkor biztos nem éhezik, mert egyébként a Magyarországon az önkormányzatok bevonásával minden gyerek kap nappali ellátást, ha rászorult, akkor háromszor, tehát teljes étkezést kap. Ezzel ki tudjuk küszöbölni a gyerekéhezést. Tehát aki azt állítja Magyarországon, hogy gyerekéhezés van, az hazudik. Az, mert vagy annyira tájékozatlan, kizárt. Ugyanis iskolába megkötelező járni, tehát hogyha valaki az előírás szerinti szülői kötelezettségét teljesíti, az iskolába járatja a gyerekét, akkor a gyerek például már enni biztosan kap teljes értékű ellátást. És ez igaz az óvodára, bölcsődére, tehát ha valaki azt kérdezi, hogy egyébként kiknek építjük a bölcsődét, mindenkinek, de nem utolsó sorban azzal a szándékkal, hogy a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek szocializációs defektusait vagy hátrányait próbáljuk csökkenteni. A kivitelezővel aláírt szerződés szerint 16 hónap áll rendelkezésre a munkálatok befejezésére, utána vehetik majd birtokba az intézményt a település és a környék gyermekei.